Rendben mindig, Decentralized Finance Hungry mai videójában. Mai videóban miért megkérdeznétek, Levi mégis soha tűnt a hajad. Azt szeretném mondani, hogy ez teljesen normális kriptóban, hogy néha az embernek kihúlik majd visszanő. Ez ugyanúgy működik egyébként a kripto tokeneknél is, tehát ők is nagyon szépen kiszoktak lenni negatív irányba, majd szépen vissza a pozitív irányba. Erről lesz ma elsősorban szó, hogy hogyan kell ezeket az ilyen időszakokat kezelni, hogyan kell az ilyen időszakokban viselkedni, és mielőtt egyébként beleugranánk, szeretnék neked gratulálni ahhoz, hogy itt találtál a Decentralized Finance Hungary oldalra. Hogyha esetleg nem vagy feliratkozva, megköszönném, hogyha feliratkoznál, illetve nyomnál egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszik. És hogy megkérdezni magad, hogy miért beszél úgy a Levi, mint Arnold Schwarzenegger angolul, akkor szeretnék tájékoztatni arra, hogy több mint 10 évet éltem külföldön, és lehetséges ezért használok furcsa nyelvtani fordulatokat a mondataimban, viszont megpróbálok nektek a 5 idegen nyelvtudásom olyan információkat begyűjteni, amik azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ö, oldalú információk, és ezek tudnak segítségetekre lenni. És igen, ezt a sorslást most a Decentralized Finance Angry egy éves évfordulója alkalmából fogom megtartani. Az első helyzetnek egy emekcsibes MacBook Air fog járni, a második helyzetnek pedig egy iPhone SE, a harmadik helyzet 300 dollárt fog kapni, és most kivételes alkalom, szempontjából gondoltam, hogy most a 4. és ötödik helyezetnek fejenként 100 dollár fogja a markát ütni, természetesen kriptotoken formájában. Ez most egy kivételes alkalom, és ezért szeretném ezt a sorsást megtartani, mert a Decentralized Finance Hungary egy éves ünnepli. Válasz életetet itt ebben a nagyszerű közösségben. Töltsétek ki az űllapot, és nevezetek a fel. Ezen felül természetesen rengeteg content, rengeteg videó fog ide érkezni a tagsági oldal, illetve többi információ is érkezik folyamatosan azokról a dolgokról, amiket ugye jelenleg csinálok, tehát már titeket szeretettel itt a Leaf Hungry tagsági oldalon. Itt többek között a tagsági oldalon mindig megvitattuk azokat az új blokkláncokat, amik kialakultak, és itt voltak olyan lehetőségek, ahol dollárra nagyon-nagyon komoly hozamot lehetett kapni, egy bizonyos időszakon belül, tehát itt több mint 200%-os hozamat lehetett elérni például ebben a farmban, ami a Moonbeam hálózaton van, és itt a BNB, BUSD, bocsánat, a USDC, BUSD pára több mint 200 ot is kaphattunk. Természetesen ennek az volt az eredmény, hogy a legtöbb tőke, ugye a bálnák ide bejöttek, nevezzük őket így, és leszívták ezt a, ezt a hozamot, és most jelenleg ugye látjuk hogy több mint 22 millió dollár helyezkedik el ebben a farmban, és látjuk azt, hogy 24%-ot is el tud érni az ember akkor, hogyha ide átmozog, és láthatjuk az olyan stablecoin mint például DAI, USDC párban is 25%, USDC, USDT-ben 25%-os hozamot tudunk elérni. Erről beszélek itt egyébként, amikor a DeFi-ról beszélek, hogy vannak mindig lehetőségek, és vannak mindig nagyon-nagyon jó lehetőségek akkor, hogyha kifejezetten mindig az újat keresünk, új blokkláncot keresünk, és ezek az ilyen liquidity mining lehetőségek nagyon-nagyon jó hozamokat tudnak hozni rövid távon, és az ember, hogyha ezekben nagyon otthonosan tud mozogni, akkor ki tudja használni a DeFi a lehetőséget, és még több stablecoin illetve kriptót tud így ezáltal akkumulálni. Másik olyan érdekesség, ugye, amit láttam itt az elmúlt időszakban, az a gazdasági kiatás, ugye a kriptoszektorra, itt ugye beszéltünk arról illetve más helyekről is nagyon gyakran hallottam azt, hogy az S&P 500 nagyon erősen kihat ugye a, a bitcoinnak az árfolyam mozgására, és itt láthattuk ezt a Fed általi bejelentést, hogy a taperinget bevezették, ezen felül ugye azt is, hogy emelik-e a kamatokat, avagy sem, és most ugye erre a döntésre várunk a mai napon, és itt láthatjuk azt, hogy a bitcoin nagyon erősen pumpál vissza a 38 000 dollár fölé, nem sokára a 39 dolláros szintet is megütheti természetesen, Félünk attól nagyon sokan, hogy ez most egy dead cat bounce-nak is nevezhető jelenség. Magyarul itt egy fake out, egy bull trap lehet elképzelni magyarul, amikor az emberek azt hisz, hogy megint vissza lehet ugrani a pozícióba, megint vissza lehet ugrani a kriptóba, visszaúnak a bitcoinba, visszaúnak az ethereumba, és utána megint beszakad a piac, és látunk egy nagyon erős panic még több likvidációt, ugye, ahogy láttuk az eddigekben is, ugye bitcoin long leverage trédeket szoktak ilyenkor likvidálni, tehát a tőkátítes trédeket szoktak ilyenkor likvidálni, és bizony-bizony megtörténhet az, hogy még lejjebb és még agresszívabban fogja húzni kis időn belül a piacot a bitcoin korrekciója. Ezen felül ugye nyáron itt voltam, folyamatosan bíztatta arra, hogy akkumuláljátok kriptokat, tehát akik nyáron szálltak be, azok bizony nagyon jól jártak így november irányába, és láthatjuk azt, hogy a piac visszajött, annak ellenére nagyon-nagyon sok negatív hangulatú kritika érte a kriptovaluták világát. Próbálatosan mindenki próbálta meggyőzni arról a másikat, hogy itt bizony-bizony megyünk le a 15 dolláros szintekig, amit, hogyha megnézzünk egyébként, nem történt meg, tehát visszajött a piac, és ezen felül rengeteg új lehetőséget használtunk ki, mint például a Hex ökoszisztémában lévő Pulse Chain. Ugye erről is volt szó, hogy itt a világ legnagyobb érdropjáról e beszélünk. Magyarul, aki olyan Ethereum érci 20-as tokeneket, amik ugye az ő saját privát kulcsaival cool rendelkező címeken csücsülnek, azokat meg fogja kapni a Pulse Chain oldalon, tehát erről is nagyon sok szó volt, nagyon sokat beszéltünk róla, itt volt a feláldozási periódusra elkezdve, a második feláldozási periódus, ami a pulsex exet jelentette, hogyha nem tudnád, hogy mi ez az egész ökoszisztém, akkor ebben a videóban itt a hórék alatt megtalálod ennek a magyarázatát, ez egy több mint fél órás anyag arról, hogy mit is jelent ez, illetve itt volt szó arról is természetesen a tagsági oldalon, hogy a biswap átmozogtam, tehát ugye a Pancake swap voltunk nyáron nagyon erősen, utána átmozogtam mind a biswap ahol is 2 dollárnál jeleztem mindenkinek, hogy tegyék, vegyék ki az induló tőkéjüket, ugye akik követtek engem már akkoriban, legyen az Patreon, legyen az YouTube tagsági oldal, ők kivették az induló tőkéjüket, és továbbra is farmolnak 70%-os hozamon éves szinten ezekben a poolokban, ezekben a farm lehetőségekben, staking lehetőségekben. Ugye akkor beszéltünk a Harmony One-ról is, ami nagyon jól tudott teljesíteni a múltkori korrekciónál, és most tudom azt, hogy nagyon sokan oda kommentelik, mert ugye nagyon nagy elvárással indultak neki ennek az évnek, hogy ők most bizony tavaly lemaradtak róla, sőt az elmúlt években lemaradtak a kriptókról, és most szeretnék ezt a lemaradást behozni, és minél több pénzt, minél gyorsabban próbálnak ugye belerakni kriptóba, ami egy olyan helyzetbe hozta sajnos a legtöbb embert, hogy a csúcsba vett bele, és ebben a szituációban én is voltam, tehát 2017 december 2018. januárjában kezdtem el beszállni kriptóba, és megtörtént velem is az, hogy sajnos rossz időzítéssel helyeztem bele túl sok pénzt, a kriptoszektorba, és láttuk azt, hogy mi történt, a medve piac érkezett, tehát mondjuk inkább úgy, hogy 2021-ig sajnos elég erős mínuszokban voltam, voltunk, és akik ezekben az időkben itt volt a kriptó, már láthatták, hogy hogyan alakult ki a DeFi, hogyan alakultak ki a, a liquidity poolok, -ok, hogyan alakult ki a Uniswap, hogyan alakult ki a Tron hálózaton lévő decentralizált applikációknak a rendszere. Nagyon-nagyon érdekes időszak volt ez, és ez volt az időszak, amiben a legtöbbet tanultam, és hogyha te is szeretnél tanulni, mert azt gondolom, hogy az ilyen helyzetekben kell tanulni, tényleg megtudni az egész kriptoszektornak a, az összetettségét, hogy miből áll össze, mi az a DeFi, mi az az NFT, mi az a Metaverse, és erre egyébként van egy nagyon érdekes videó, egy oktató videó, amit én raktam össze, aminek az a cím, hogy nulláról a kriptóban, itt felhozlak egy olyan szintre téged, hogy technikailag és úgy fogalomtéren is, tehát fogalmak terén is olyan szintre jössz föl, amin ami jelenleg én vagyok. Ezt a videót úgy próbáltam összerakni, hogy teljesen az alapoktól a web 1, web 2, web 3, web 4-ig felépítem ugye az internetnek az alakulását, utána ki fogok térni a bányászatra, a stakingre, a különböző layer 1, layer 2 megoldásokra, ugye akkor a decentralizált applikációkra, és onnantól kezdve elindulunk egy olyan irányba, ami végigmegy a web 3.0-án, magyarul a DeFi-on, illetve a különböző DeFi-on belüli lehetőségekre, hogy, 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 milyen passzív jövedelmeket tudsz generálni. Majd ahogy haladunk a Web 3.0-ból kifelé, kitérek természetesen a Web 4.0-ra is, ami a metaverse és az NFT-k világát is érinti. Ehhez egy nagyon jó kiegészítő anyag, olvasmány a Decentralized Finance Hungary e-book, ami egy 34 oldalas olvasmány, amiben minden olyan fogalmat és kifejezést el tud sajátítani, ami szükséges ahhoz, hogy decentralizált pénzügyekben el tudj indulni. A most kitérünk egyébként itt a Bitcoin árfolyamára, láthatjuk azt, hogy amíg 41 ezer dollár fölé nem kerül a bitcoin árfolyam, addig sajnos továbbra is félelünk attól, hogy a jelenlegi kitörés egy úgynevezett bull trap, tehát egy úgynevezett bika csapda lesz, és sok embert fog csapdájú elhelyteni akkor, hogyha visszaugrik most a pozícióikba. Én ezért tartom azt, a legmegfelelőbb stratégiának, hogy az ember dollar cost average az erre rászánt pénzét, amit kriptovalutában szeretne befektetni, fokozatosan akkumulálja be, és itt minden kedden a live-ban, amit a tagjaimnak tartok, építek egy portfóliót, ami lehet, hogy most jelenleg még nem olyan magas, vagy nem olyan sok, de minden héten 100 dollárt helyezek ide be, amiknek az elhelyezését általában úgy szoktam kiválasztani, hogy a kedvenc konyhaim közül, amikbe szeretnék divázívkálni, mindig megkeresem azokat, amik a legnagyobb mínuszban vannak, és azokba szoktam bevásárolni. És jelenleg nagyon jó beszállókat láttam, és természetesen az ember nem tudhatja azt, hogy mikor van az alja a piacnak, mikor van a teteje a piacnak. Erre vannak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy nagy valószínűséggel most van az alja, illetve most van a teteje, de 100%-ig nem lehet megmondani azt, hogy most van valaminek a teteje, és most van valaminek az alja. Természetesen ezzel a technikával, hogy az ember dollar cost average helyezi be a kriptotokenjeit, meg tudja alapozni azt a sikeres beszállót magának, amit hosszú távon elszórva egy nagyon jó átlagárat fog kiadni. Ezen felül egyébként, hogyha ezeket a koinokat tartjuk, akkor nem csak tarthatjuk őket egy valamilyen, valamilyen váltón, valamilyen tárcákon, hanem ezeket bizony munkára is lehet bírni, és az én oldalamon kifejezetten ezekre fogok koncentrálni, hogy hogyan lehet a decentralizált hálózaton, a decentralizált szektorban, a decentralizált pénzügyi szektorban ezeket a koinokat munkára bírni, és ez ilyen lehetőséget szoktam bemutatni mindig, és azoknak, akik még konzervatívabb befektetők, és szeretnének kicsit, olyan irányba elmenni, hogy még csak a dollárjaikat szeretnék munkára bírni, erre is van lehetőség. Rengeteg olyan farm van, amik jelenleg aktívak, és nagyon-nagyon jó hozamokat lehet elérni, és komolyabb összeggel bizony, nagyon szép ö, passzív jövedelmet lehet generálni, amiből további kriptovalutákat lehet ugye folyamatosan akkumulálni, tehát vásárolni, és ezek később nagyon-nagyon kifizetődő pozíciókat jelenthetnek, tehát itt nagyon-nagyon sok lehetőség van, amiben ilyen motorokkal, mint például a DeFi-ban jelenlő formokkal, passzív, érzelemmentes jövedelmet tudsz generálni, amiket bele tudsz tenni ugye különböző coinokba. És én ezeket szoktam mindig bemutatni, és ezekre szeretném felhívni a figyelmet. Itt volt múltkor egy videóm egyébként arról, hogy milyen kihatása van a Grayscale Bitcoin Trustnak, ugye a Bitcoin árfolyamára. Itt egy olyan hasonlatot, hogy a Grayscale Bitcoin Premium versus kedvezmény milyen hatással is van az árfolyamra, és itt volt egy olyan megközelítésem, amiben azt mondtam, hogy ezt a nagy eladási hullámot annak is köszönhetjük, hogy a Grayscale-nél mínusz 30 os kedvezménnyel tudtál bitcoint vásárolni, ami természetesen nagy fektetőknek elérhető, de nagyon sok ember azt a döntést hozta, hogy inkább eladja a spot bitcoinját, és megpróbál a Grayscale bitcoinból bevásárolni, hiszen azt hitte, hogy 30 os kedvezményt tud ezzel élvezni. És ezt láthattuk ezt az ördögi kört, ami itt kialakult, és láthattuk ezt a korrekciót is. A múltkori videómban azt mondtam, hogy nagy valószínűséggel láthatunk majd egy visszapattanást, tehát én visszatérve a bitcoin azt gondolom, hogy itt nagyon sok gazdasági tényező fogja befolyásolni a Bika piac kialakulásának a menetét, hogy lesz -e egyáltalán Bika piac folytatás, vagy nem. Mi várható a bitcoin-tól hosszú távon? Azt gondolom, hogy a bitcoin-tól hosszú távon az várható el, hogy továbbra is mint technológiai innováció be fog futni, az emberek egyre jobban kezdik fölismerni. Tehát én azt látom, hogy az emberek ezt már elfogadták, hogy a bitcoin továbbra is itt fog maradni, és szeretnék ezt a hullámot, meg szeretnék lovagolni. Nagy az érdeklődés a kriptovaluták iránt, nagyon nagy az érdeklődés a különböző DeFi szektorok iránt, különböző metaversum szektorok iránt, és azt gondolom, hogy minél több lehetőséget próbál az ember meglovagolni és szeretné magát eldiversifikálni. legyen az akár a hexaki szisztéma, legyen az akár a polkadott paraláncok, legyen az akár az összes Layer-2-es layer megoldás, ami még lejjebb van. Jelenleg szerintem nagyon jó beszállókat látunk. Tulajdonképpen ez csak egy ilyen gyors bejelentkező videó lett volna. Legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel, és sziasztok!